Ich glaube, das war von beiden Mannschaften ein sehr intensives Spiel. Én azt gondolom, mind a két csapat részéről ez egy nagyon intenzív mérkőzés volt. Wir haben ein bisschen, wir haben mit einem anderen System gespielt heute. Wir haben mit zwei Spitzen gespielt, haben dadurch auch im Mittelfeld einen Mann mehr drin gehabt. Und wir haben gesehen, wir konnten auch auf diesem schweren Boden vernünftig Fußball spielen. Vagy másik játékrendszerrel játszottunk, akkor két éken játszottunk. Ezáltal a középpályán egyre több játékosunk állt a rendelkezésükre, és ezen a nagyon nehezen megjátszható talajon vagy pályán is egészen elfogadható játékot tudtunk prezentálni. Und ja, da war ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit einem 2-0. Und dann haben wir uns das Leben wieder ein bisschen schwer gemacht. Wir haben in der letzten Zeit etwas Probleme bei Standardsituationen, wo wir nicht richtig mitgehen, vor allen Dingen, wenn Bälle aus dem Halbfeld geschlagen werden. Also das müssen wir auf alle Fälle verbessern. Da hatten wir gegen Debrecen schon Riesenprobleme. Ich habe nur elegant voltam, 2-0-as állással, utána gyakorlatilag mi megint megnehezítettük a saját életünket, standard szituációkból, kontrugásoknál, amikor a fél középpályáról beívelő labdák érkeznek, ezeknek a szituációknál voltak ilyen problémák, már Debrecen ellen is. Ich fand, dass das Vasas das zum Beginn der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht hat. Sie sind, sie haben, Micha wird Ihnen sicherlich gesagt haben, dass sie einen Zahn zulegen müssen. Sie haben, ja, waren läuferisch sehr, sehr stark die ersten 10 Minuten. Da hatten wir so ein bisschen Probleme, auch in die Zweikämpfe zu kommen, unseren Rhythmus wieder zu finden. Und als wir das dann, diese Phase dann überstanden haben, haben wir dann normal unser Spiel wieder runterspielen können. Aber das war eine gefährliche Situation, weil es ja auch erst 2-1 stand. És én úgy ítéltem meg, hogy a második félidő elején, az első 10-15 percben a Vasas nagyon jól hajtotta végre a feladatot, ugyanom a szünetben a Vasas edző is megmondta a fiúknak, hogy még egy fokozatot el kell kapcsolni, nagyon erősek voltak, nagyon erősen futottak, nagyon jól felvették a párharcokat, nekünk kis nehézségeink voltak felvenni a ritmusunkat, megtalálni a jó megoldásokat a párharcokban. Ez egy veszélyes szituáció volt, mert 2-1 volt az állás akkor, de miután ezt az időszakot kipekkeltük, vagy átéltük, utána megint önmagunkra találtunk. Ezután átmenetett, hogy ki az, aki akar játszani, és ki az, aki nem akar játszani ebben maradásért. Ebből a szakokból nagyon sok pozitív jelet látott, de volt olyan dolog is persze, amivel nem volt elégedett. És látmenetett, hogy a mérkőzés végén is már ez a csapat él, szeretne bemaradni, illetve látni lehetett, hogy itt nem lehet senkire figyelemmel lenni, ez látható volt a mostani KSZ 11-nél is, hogy ugye cserék voltak, és hasonlók várhatóak majd a közeljövőben is, és amire inkább szükségünk van, hát hogy több gólra és több pontra, illetve a Tomázónak és a Ferencvárosnak azzal, hogy hát mindegy, hogy holnap vagy két hét múlva lesznek bajnokok, de azt mondja, hogy megérdemelte, ezt nem is gratulál nekik. Mir ist das eigentlich auch völlig egal, ob wir jetzt eine Woche früher oder zwei Wochen später Meister werden. Ich glaube, der Verein und die Mannschaft alle zusammen haben eine sehr, sehr gute Saison hinter sich und ich glaube, dass wir es mehr als verdient haben. Und wenn es morgen der Fall ist, ist okay. Und wenn es zwei Wochen später der Fall ist, ist auch okay. Tulajdonképpen nekem az a fontos, hogy mi a saját dolgainkat ellássuk, elvégezzük a saját feladatainkat. Ha holnap az lenne, hogy bekövetkezzen az eset, nekem az is jó, ha két hét múlva nekem az is megfelel. Én úgy gondolom, hogy a csapat, illetve maga az egyesület is többé, mint megérdemelte ezt a leendő beadnökű címet, úgyhogy a két hét múlvának is örülök, de ha holnap, akkor az is megfelel nekem. Kötelezőt hoztátok, izgultam a napi MTK-mért? Sok sikert, papa! Nem, egyáltalán nem, sőt az MTK-nek szurkolok. Én személy szerint jobban szeretnék a pályán ünnepelni, hogy a következő fordulóban, ha gyerünk, akkor inkább bajnokok. Te lőtted a 11-est, a bajnoki gólkirályi cím mennyire fontos számodra? Természetesen a bajnoki melletti gólkirályi szeretnék lenni, nem is titkolom. Köszönöm a csapatnak. Külön Sestáknak, mert pont beszéltük, hogy legyen meg a mesterármas, hogy örüljön, de azt mondta, ő nagyon korrekt módon látotta nekem, hogy harcolok a gólkirály címért, és rá is tényleg be is ugtam. Hogy fogtok ünnepelni? Ez jó kérdés. Hát az attól függ. Hát, ha holnap leszünk bajnokok, akkor nagyon nem lesz egy közös ünneplés, legalábbis mi nem tudunk. Azért bízom benne, hogy nyer az MTK, és akkor tényleg így honvédet meg tudjuk otthon venni, és akkor leszünk bajnokok. Hol fogod nézni az MTK meccset?
még a programot nem tudom, a holnapi program hogy alakul, úgyhogy hát szerintem kint telek ki be.